Bajzett Sándor addiktológus a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valószínűleg, hogy erre a híre nem csak mi, meg a szerkesztőink kapták fel a fejüket, hanem nagyon sokan, mert minket sokkolt, legalábbis nem gondoltuk volna. Ugye most egy cikkből is idézek, de ez egy statisztikai felmérés apropóján. Naponta több mint 100 ember tölnek meg a szintetikus opiátok az Egyesült Államokban. Többet, mint a lőfegyverek, a repülőgép szerencsétlenségek és a közlekedési balesetek összesen. Itt ez az összefoglaló, ami egyébként az Indexen olvasható, hosszasan tagalják azt, hogy ezek a bizonyos szerek ugye gyógyszer formájában is kaphatóak, nyilván más, tehát nem ópiumnak nevezik ezeket a szereket, amit nagyon sok ember fogyaszt. Mióta fogyasztjuk gyógyszer formájában ezeket a szereket, és mire? Hát az ópiát tartalmú szereket már nagyon régóta fogyasztjuk, csak itt kérdés, hogy mikor és milyen mennyiségben írja fel az orvos, illetve azt, hogy tudatában van-e akár az orvos, akár a páciens, akinek felírják, hogy ezek mennyire addiktív szerek. És azt gondolom, hogy azok az esetek, amikre ezeket a szereket kivált, amire felírják, annak egy jelentős részük kiválthatóak lenne más kevésbé addiktív fájdalomcsillapító szerekkel. Ilyenek csak például, a marihuána, kevésbé addiktív fájdalomcsillapító szere, ugyanis az Egyesült Államokban én pont az ópium problémával sokat foglalkoztam, elképesztő mennyiséget, kénytelen foglalkozni a sajtó például ezzel. Ugye egyrészt tényleg halnak ki államok és kisvárosok az Egyesült Államokban, miközben a marihuána liberalizáció brutálisan terjed. Ez a két irány van-e összefüggésben egymással? Segíti egymást? Hát őszintén szólva nem tudom. Mm-hmm. Tehát nem akarok butaságokat mondani, mert egyébként azt gondolom, hogy a marihuánát azt gondolom, hogy másfajta fájdalmakra szokták felírni, de én nem vagyok orvos, úgyhogy én függőség kezeléssel foglalkozom, és hozzám azok jönnek, akiknek függőségi problémáik vannak, és ebben nagy mértékben benne van mondjuk a fájdalomcsillapítók, az altatók, a marihuána függőség. Olyannal is szoktak jelentkezni. Ez mondjuk a másik része a kérdésnek, hogy a marihuánát könnyű drognak tituláljuk, rekreatíve nyilvánvalóan ugyanúgy használható, mint ahogy az alkohol, csak az a része van sokszor elhallgatva, hogy ez is okozhat addikciót. Lehet, hogy nem fizikai addikciót, mint mondjuk a fentanil vagy a heroin, de pszichésen nagyon súlyosan függővé lehet válni tőle. Köszönöm, hogy ez elhangzott. Ami viszont fontos lehet, az, hogy beszéljünk most arról, hogy amikor az ember ugye azt mondja, hogy ilyen ópium alapú gyógyszereket szed, mondjuk fájdalomcsillapítók, nem arról van szó, hogy hivatalosan valakinek felírják ezt receptre, és akkor ugyanúgy, mint egy rendes gyógyszert ugye szednie kell otthon betartva mondjuk ezt a metódust, hanem valami miatt ezt kiváltja, megszerzi ezeket a gyógyszereket, és mert hogy függővé válik az ember, tulajdonképpen ezt azért szedik? Hát igen, de azért az nem úgy történik, hogy az egyszerű ember fogja magát, aztán valahonnan hamis receptre kiváltja, vagy valahonnan illegálisan szerez. Tehát, hogy azért a hétköznapi átlagember, és most nem azokra gondolok, akik egyébként heroinnal kezdték, és utána átállnak egyéb szerekre, azok valahogy úgy kezdik el, hogy van valamiféle bajuk, amire elmegy az orvoshoz, és az elkezd fölírni neki gyógyszereket, fájdalomcsillapítót, de itt beszélhetünk tényleg a nyugtatóról, tehát a Rivotrilról, vagy a Xanaxról. Ezt csak azért mondom, mert most Amerikában a fentanil járványtombol, de akkor mondhatom, hogy nálunk meg a Rivotril, meg a Xanax járványtombol, mert hihetetlenül sokan szednek, és elmegy az orvoshoz az ember, és szinte gyakorlatilag bármilyen problémára, hogy egy picit is bármi baja van, vagy stresszes, vagy nem tud aludni, abban a pillanatban nyakra fölre írják föl neki a gyógyszeret. Ez kinek a hibája? Így van, tapintat rá egy nagyobb. Ez kinek a hibája? Most nem akarok ilyen hibáztató lenni, de hát nyilvánvalóan ez az orvosnak a felelőssége, de közben meg az orvosok meg stresszesek, meg túlterheltek, meg kevesen vannak, és nyilvánvalóan ugye egy pszichoterápiát nem tud lefolytatni mondjuk a körzeti orvosi rendelőben, amikor megy az illető, hogy stresszes és nem tud aludni, mert nyilvánvalóan itt azért nagyon sok mindenen kéne változtatni. Ez az, amivel mondjuk hozzám jönnek azok az emberek, akik már érzik, hogy ebben problémájuk van.
Aha, tehát, hogy a két kontinens közül, Amerikában az ópiátok, nálunk pedig ezek a jellegű szerek. Igen, ami nem azt jelenti, hogy nem fog időben, ahogy én is olvastam ezeket a cikkeket, hogy már Angliában is találtak ilyen laboratóriumokat, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ami a nemzetközi tendencia, az előbb-utóbb majd valamilyen formában itt nálunk is lecsapódik, és mondjuk az a populáció, aki korábban heroint használt, ahogy én is valamikor heroin használó voltam, azoknak egy jelentős része most átállt a designer drog használatra, hogy nem lehet nagyon jelen pillanatban Magyarországon nagy elvétve jó minőségű heroin szerezni, másrészt az ára az lényegesen, ha van is, sokkal drágább, mint mondjuk a most megjelent designer drogoknak, így az ex-heroin használók közül azok, akik nem álltak le, vagy nem haltak bele, vagy valami, azok átálltak a designer drog használatra. Zahel Gábor mondta egyszer, talán itt a stúdióban, vagy egy előadásán, hogy a heroinnal könnyebb dolguk volt, mert legalább tudják, mi az. De ezeket a szereket, ezeket maguk is aznap tanulják, amikor valaki élethalál. Így van, maximálisan egyetértek, nem ebben, mint hogyha most a heroint akarnám propagálni, de hogy az... annak van egy protokollja, tehát a kezelésének is meg lehet tudni, hogy mivel jár a használata, mik az elvonási tünetei, hogy mennyi ideig tart, lehet tudni, hogy mondjuk a heroin elvonás, bár tényleg nagyon kemény, ez személyesen tanúsíthatom, de hogy alapvetően heroin elvonás azért egy hét alatt körülbelül lezajlik, konkrétan megvannak ennek a speciális tünetei. Sándornak egészen elképesztő az élete, lenyűgöző, nagyon nagy tisztelője vagyok, ennyi személyeset hadd mondjak el, akinek bármi hasonló problémája van, Bajzát Sándorhoz forduljon, mert nála hitelesebb embert nagyon keveset lehet találni, aki végigjárta a poklot, és most azoknak segít, akik szeretnének ugyanebből kikerülni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönjük.